Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, örökké való Istenünk, azért, hogy téged meg lehet ismerni. És köszönjük, hogy annyiféle zajban, zúgásban, nyomorúságban és minden egyéb hang között meg lehet hallani a te hangodat. Áldunk téged azért, Uram, hogyha hallható ma is a te hangod a mi számunkra. És köszönjük mindazokat, Uram, akik igénylik ezt, és keresik naponként veled a közösséget, hogy halljanak téged. Urunk, látod azt, amikor belül zaj van az életünkben, amikor engedjük, hogy a világ zaja és a világban való sodrás elsodorjon mellőled. És látod azt, Uram, amikor önmagunknak okozunk kárt, amikor elrejtjük azokat a dolgokat, amit tőled kaptunk, és nem adjuk tovább, és nekünk sem marad belőle. Uram, lásd meg most a mi lelkünket, azt az állapotot, amiben vagyunk, azt a helyzetet, amiben élünk, és kérünk, hogy közöld velünk a te akaratodat, szólíts meg minket. Köszönjük, hogy ma is a te szabad az, amely életet munkál, amely megtérésre hív, amely megváltoztat és megújíthat. Te látod, Uram, hogy mire van szükségünk, és köszönjük, hogy a te szereteted ma is azt adja, amire szükségünk van. Hadd legyünk fogadói a te ajándékaidnak, és ebben a csendben hadd tudjunk rád figyelni, és megérteni a te akaratodat. Amen. Isten igéjét a Márk evangélium a 4. részéből olvasom, a 21. verstől a 23. versig. Isten igéjét és annak üzenetét leülve és figyelemmel hallgassuk meg. A Márk evangélium a 4. részéből a 21. verstől így szól Isten igéje. Majd azt mondta nekik: vajon a lámpást azért hozzák be, hogy a véka alá vagy az ágy alá tegyék? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincsen semmi rejtett dolog, amely napvilágra ne jönne. És nincsen olyan titok, amely ki ne derülne. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja meg. Ma este azzal fogunk foglalkozni ezen az alkalmon, hogy miért és mire kapjuk a hit ajándékát. Miért adja Isten az ő lelkét, és az ő lelke miért ébreszt hitet valakiben, és kezd el munkálkodni benne. Jó lenne ezzel együtt azt is meglátni ma, hogy milyen az, amikor valakinek nem világít a hite. Amikor kapta Istentől a hit ajándékát, de mégsem világít. Mégsem él vele helyesen vagy bölcsen, mert lehet ezzel rosszul élni. És ezzel kapcsolatban az első és a nagyon fontos dolog az, hogy megértsük, hogy az, amit itt Jézus elmond a lámpással kapcsolatban, az ma is ugyanúgy működik, ahogyan Jézus azt elmondta. Ma sem változott ez meg, és ma sem történik az meg, hogy egy lámpás önmagát meggyújtja. És elkezd úgy magától világítani. És ezt azért mondom el, testvérek, mert ma is képtelen az ember arra, hogy önmagától hitre jusson. Ez nem olyas valami, amit mi meg tudunk tenni, hogyha nagyon akarjuk. Nem olyasmi, amit parancsszóra megteszünk, mert egyik ember ráparancsol a másikra, hogy én nagyon szeretném, hogy te is elkezd hinni abban, akiben én hiszek, és aztán ő is elkezd hinni. Ez ma sem így működik. Emberi erőből épp úgy nem tudunk hitre jutni, mint ahogyan egy lámpás nem tudja meggyújtani önmagát. Bármennyire erőlködünk is, bármennyire szeretnénk is, ez nem önerőből működik. Hogyha
szoktunk igét olvasni, bizonyára találkoztunk már azzal, amikor Pál apostol arról beszél, hogy a hit nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. És mindjárt jó meglátni így összefüggésében azt, amit Jézus mondott, meg azt, amit Pál mondott, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy valamit kapok ajándékba. Nem én adom a másik embernek, és nem a másik ember adja nekem, hanem azt mondja az ige, Isten ajándéka ez. Tehát amikor valakinek az életében meggyúl a lélek tüze, elkezd hitre ébredni, az nem a másik embertől van, és nem magamtól. Ez nagyon fontos tisztázni, testvérek, mert sokszor félreérti ezt az ember. És azt gondolja, hogy én, hogyha akarok, akkor megtérek. Ez nem így működik. Ahhoz kell valaki. Kell egy külső erő, egy hatalom, aki képes ezt megtenni. Mi magunktól arra vagyunk képesek, hogy panaszkodjunk a sötétség miatt. Meg arra vagyunk képesek, hogy megtanuljunk együtt élni ebben a sötét világban a gonoszsággal, a bűnnel. De ahhoz, hogy világosság gyújjon az életünkben, ahhoz nekünk nincsen magunktól erőnk. És az azt jelenti, testvérek, hogy a lámpát meg kell valakinek gyújtani. A hit lámpását meg kell valakinek gyújtani. Kell egy külső beavatkozás. És nagyon jó dolog az, amikor valaki elmondhatja azt, hogy van hitem, hittel élem a napjaimat. Igyekszem világítani ott, ahol vagyok. De ez nem tőlem van. Ez az Isten ajándéka, az Isten munkája az én életemben. Hogy meggyújtja a hit tüzét. Igen, az elkezd megvilágítani dolgokat az életemben. Rávilágít arra, ami rossz, rávilágít arra, ami helytelen, megvilágítja azt, ami nem Istentől való, de rávilágít arra is, ami jó, ami igaz, ami helyes, ami jó út az életemben, de ezért kaptam ezt ajándékba az Istentől. De ez nem magamtól van. Mi mondhatunk egy másik embernek nagyon sok szép és jó dolgot. Hogyha az Isten lelke nem szól bele, nem teszi hozzá azt, ami munkálna a megértést a másik emberben, akkor nem fogja érteni. Nagyon sokszor tapasztaljuk meg az életünk során azt, hogy egy kívülálló ember értetlenül áll a dolgok elé. Te miért így teszed? Te miért így mondod? Miért hiszed ezt? Miért imádkozol? Miért kapaszkodsz bele olyan dolgokba, ami az átlag embernek nem jelent semmit? Nem érti. Mert Isten lelke nincs jelen. Nem gyújt meg az a tűz, amiről itt Jézus beszél. Az a lámpás, a hit tüze. A hit tüze Istentől van, a Szentlélek által. És hogyha ma úgy lát bennünket Isten, hogy ez a tűz jelen van az életünkben, akkor helye van a hálaadásnak. És igen, meg lehet köszönni Istennek azt is, hogy köszönöm Uram, hogy ezt nem nekem kellett valahogy kierőlködnöm, hanem te kész voltál beleavatkozni az én életembe. Hozzátenni azt a mennyeit, ami hiányzott az én életemben. Ami nélkül még pislákolni se tudtam volna, csak egy üres, használatlan lámpás lett volna az életem. Hogyha hitem van, akkor nem magamat gyújtottam lángra. És ha valaki nem hisz a környezetemben, akkor én hiába fogok neki beszélni, hogyha Isten őt nem gyújtja lángra. És ezt is nagyon fontos nekünk megérteni. Mert nagyon gyakran szeretnénk mi, hogy a másik hitre jusson. Higgye azt, amit én. Ragaszkodjon úgy az Istenhez, imádkozzon hozzá, beszélgessen az Istennel, hallja meg az Isten szavát, és mégsem teszi. Azért, mert az ő életében is ugyanúgy kell, hogy Isten cselekedjen.
Nem véletlenül mondja ezt így Jézus, hogy vajon a lámpást azért hozzák be? Valaki kézbe vette. Nem a lámpás jön magától, és nem a lámpások találkoznak, hanem ott valaki azt a lámpást kézbe vette, használatba vette. Úgy döntött, hogy szeretném használni. Ez a kegyelem. Amikor Isten megáll valakinek az élete fölött, mint egy lámpás fölött, és azt mondja, hogy én ezt elkezdem használni, megtöltöm olajjal, és lángra gyújtom. És minden olyan élettestvérek, ahol ez nem történt meg, az egy hasztalan lámpás. Az egy olyan edény, olyan tárgy, olyas valami, ami senkinek nincs hasznára, sőt, még a maga hasznára sincs. És ezért mondja így Jézus, hogy a lámpást nem azért hozzák be. Nem azért van kézbe véve, és nem azért van valahová téve, hogy azt elrejtsék. És ez nagyon fontos megérteni, hogy ehhez kell valaki, aki kézbe vesz, felemel, azt tölti bele, amire szükség van, és azzal a lánggal gyújtja meg, ami erre szükség van. És testvérek, hogyha valaki hívő életet él, akkor ez nem annak a következménye, hogy annyi Isten tiszteleten voltam már, meg olyan jó dolgokat olvastam össze, ez kell, ez fontos. Hanem ha ég világít az ő hite, az annak a következménye, hogy Isten megfelelő olajat töltött bele a lámpásba. És úgy döntött, hogy égjen. Mert azért mi nagyon sokszor döntünk úgy, hogy most nem szeretnék égni. Most nem szeretnék világítani. Van olyan, hogy az egyik ember hite, élete elég teljesen. És ott van mellette egy másik ember, és nem gyúl meg a hit tüze a szívében. És addig nem fog meggyúlni a hit tüze a szívében, ameddig Isten őt is kézbe nem veszi. És ezt azért mondom el, mert talán vannak közöttünk olyanok, akik imádkoznak valakikért, családtagért, hozzátartozóért. Hogy Isten könyörüljön rajta. Szoktuk is mondani, hogy már mindent elmondtam neki. Jobb is, mert legalább akkor már abba hagyjuk a mondani valót. Kezdjünk el imádkozni azért, hogy Uram, vedd a kezedbe. Vedd a kezedbe. Mert te tudod jól, hogy azt meg kell tisztítani, te tudod jól, hogy azt meg kell tölteni, és utána lángra gyújtani. Hogy az betöltse a funkcióját, az betöltse a szerepét ebben a világban, és ne egy hasztalan edény legyen. Olyan jó lenne ezt komolyan venni, amit itt Jézus mond. Nagyon sokszor szemet hunyunk a hasztalan életek felett, ami csak úgy eltelik, aztán egyszer csak véget ér, úgy, ahogy élt, halt, ahogy halt. De mire volt jó? Mi haszna volt, hogy ott volt? És olyan jó lenne, ha ott lenne az imádságainkban ez, hogy Uram, ha te azt mondtad, hogy azt a lámpást be kell hozni, akkor azt kézbe is kell venni, akkor vedd kezedbe az ő életét. Nem nekünk kell ezt eldönteni, hogy Uram, hogy kellene, meg mikor találkozzon veled. Én azt látom, testvérek, hogy mi ettől félünk. Nagyon sokszor van bennünk egy félelem, hogy jaj, hozzá ne nyúljon az Isten az ő életéhez. Mert lehet, hogy megkarcolódik, vagy csontja törik, vagy egyszer eljut arra a nagy felismerésre, hogy eltelt az életéből 40-50-60 év, és nem volt jó semmire. És inkább tűrjünk neki, és inkább ne beszéljünk neki arról, hogy hasztalan az élete. Miért? Így jobb. Olyan jó lenne, ha eljutnánk erre a felismerésre, hogy Uram, a legjobb dolog, ami történhet velünk az életünk során, az az, hogy te a kezedbe veszel.
és elkezdesz használni, és értelmes, hasznos életet fogok élni. A legjobb dolog, ami történhet. A legrosszabb meg az, hogyha úgy telik el az életem, hogy Isten hozzám sem ér. És nem vesz a kezébe, és nem gyújt lángot a szívembe. A hit tehát lámpás. És testvérek, az a nagy kérdés ma, hogy használhat-e bennünket az Isten arra, hogy világítsunk ebben a világban. Miért fontos ez? Azért, mert ez az ige folytatódik. És azzal folytatódik, amit itt Jézus mond, hogy nem azért hozzák be a lámpást, hogy a véka vagy az ágy alá tegyék, hanem azért, hogy a lámpatartóba tegyék. Ha Isten kézbe vett, ha Isten lángra gyújtott, világosságot gyújtott, az nem azért van, hogy én magamnak világítsak. Ez egy nagyon nagy tévedése sok hívő embernek, hogy magamnak világítok. El vagyok magamnak. Törődök a lelkemmel, élek az igével, kapcsolatot tartok az Istennel, magamat táplálom, hogy magamnak világítsak. Ez egy öncélú élet, nem erre hív az Isten. És pont ezt mondja el itt Jézus, hogy ezt nem elrejteni kell, meg nem magamnak kell ezzel világítani. Vajon kéznél vagyunk-e, hogyha az Úrnak szüksége van ránk? És mond itt egy különös dolgot Jézus, két dolgot is említ, hogy elrejteni a véka alá és az ágy alá. Nagyon sokszor rejtegetjük a hitünket. Az egyik ilyen dolog, ami miatt ezt tesszük, hogy az ördög meg szokott győzni bennünket arról, hogy ha te istenfélő ember vagy, neked ezt szégyelned kell. Az olyan szégyenletes állapot. Hát a világon a nagy többség nem ilyen. Te meg olyan különc vagy. És ezt szoktuk is tapasztalni egy-egy társaságban, amikor például van rajtunk kívül még 8-10 ember, és káromkodnak, mint a kondások. Mit szokott ilyenkor csinálni a hívő ember? Hallgatni. A legjobb, nem? Ki ne derüljön, hogy én nem ilyen vagyok. Meg én nem szoktam káromkodni. És rendesen szégyeli magát az ember, hogy ő más. Aztán, ha még elég gyengék vagyunk hozzá, mi is beszállunk egy kicsit, és mondunk egy-két cifra dolgot. De az ördög folyamatosan győzköd arról, hogy neked ezt szégyelned kell. Ahogy te nem olyan vagy. Neked be kell olvadnod abba a közösségbe. Neked nem kell kirívónak lenned, nem kell különcködnöd. Inkább hallgasd el. Inkább ne beszélj róla. Aztán, ha még számon is kérnek, hogy ugye te olyan templomba járó ember vagy, vagy te mást hiszel, vagy ti mást vallotok, akkor az ember ugyanazt csinálja, mint eddig, hallgat nagyokat. Szégyeljük. Hát ez olyan, mint amikor az ágy alá bújik valaki szégyenébe. Azt mondja Jézus, én nem ezért nyúltam bele az életedbe. Én nem ezért vettelek téged kézbe. Te ne szégyeld ezt, hogy neked közöd van hozzám. Azt mondja az ige, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek, ne az, aki hívő életet él. Van olyan, amikor az ember elhallgatja, hogy neki köze van az Istenhez. Ez a szeretetlen világítás. Hogy magamnak megélem a hitemet, de másnak nem világítok. Nem világítom meg az utat, hogy az helytelen, nem világítok rá a bűnére, nem világítok rá a tévejgésére, hallgatok róla. Mi lesz, ha megsértődik? Mi lesz, ha elkárhozik? Én azt látom, testvérek, hogy sokkal jobban félünk a sértődöttségtől, mint a kárhozattól. Sokkal jobban. Mert a sértődöttség az 3-4 nap múlva elmúlik, a kárhozat meg sose.
az egy örökké tartó állapot, és mégsem fél tőle az ember. És nagyon sokszor így rejtegeti az ember azt, amit kapott az Istentől. Hogyha már van világosság az életében, akkor azt használni kell. És ezzel kapcsolatosan egy nagyon fontos dolog az, amit meg kell értenünk, hogy a hit az lámpás, nem zseblámpa. Volt részünk belőle elég az elmúlt hónapokban, és olyan rettenetes dolog volt, amikor jártunk egy kis zseblámpával, és magunk elé világítottunk. Aki meg jött hátul, az elesett. És sokszor ez történik a hitünkkel, hogy magamnak úgy kérem az Isten vezetését, kérem, hogy tanácsoljon, kérem, hogy erősítsen meg, magam elé világítok. De akik utánam kell, hogy jöjjenek, sokszor bukdácsolnak, meg elesnek, és csak szemléljük a környezetünkbe, hogy miért van ez. Végignézzük a gyermekeink hatalmas bukásait, végignézzük a hozzátartozóink bukásait, mert magunk elé világítunk. Ez a zseblámpa hit. De nem ezt adta Isten. Ha valakik még emlékeznek rá, milyen egy lámpa, de akár egy gyertya. Mert a másik evangéliumban Jézus a gyertyáról beszél. Akik sokszor gyújtottak gyertyát az áramszünet alatt, nem beszélték meg a gyertyával, hogy hova világítson. De a gyertya se beszélte meg velünk. Tette a dolgát. Mindenhova világított. Erről beszél Jézus. És amikor el volt rejtve, akkor meg nem világított. Akkor maradt a sötétség. Aztán van egy másik nagy tévedésünk ezzel kapcsolatosan, amikor beleáll az ember abba, hogy otthon Bibliát olvasok, meg eljárok Isten tiszteletre, a hét többi napjain, amikor nem ezt teszem, akkor panaszkodok azért, hogy milyen nagy a világban a sötétség. De ettől nem lesz világos. Isten nem azért állított ide bennünket, hogy panaszkodjunk, hogy a faluban vagy a környezetünkben mekkora nagy a sötétség meg a gonoszság. Én még panaszkodó lámpát nem hallottam. Hanem az világított teljes erővel, amennyire csak bírt. Azt mondja Jézus, ilyen a hívő élet. Világíts, ahogy csak tudsz. Ahol csak tudsz. És ne válogasd meg. És nagyon sokszor becsap a gonosz ezzel kapcsolatban is, hogy én tudom az igazat. Mert Isten nekem elmondta az igéből, hogy mi helyes, mi helytelen. Mi igaz, mi gonosz. És nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy odaállunk a másik elé, és ugye szemébe világítunk, mert mi tudjuk. És aztán ott hagyjuk. És kezdjen vele, amit akar. Isten nem erre hív. Nem erre hív. Hanem arra, hogy a helyemen legyek, és folyamatosan világítsak. Aztán van egy következő dolog, amiben sokszor elesünk, hogy mivel túl nagy a sötétség a világban, nagy a gonoszság, ezért elhitetjük magunkkal, hogy ha elmegyünk egy lelki alkalomra, egy csendes hétre, és ott beszélünk sokat a hitünkről, meg azokról a dolgokról, amiket megélünk, kivillogjuk magunkat, akkor jót tettünk. Testvérek, a sötétbe kell világítani, nem a világosba. Biztos velünk is előfordult, hogy talán úgy hagytunk egy gyertyát, vagy úgy hagytunk egy lámpát, aztán megjött az áram. Hát a lámpának már semmilyen szerepe nem volt. Na ilyen az, amikor mi azok között akarunk villogni, vagy világítani, akik egyébként is világítanak. Jó dolog az, amikor valaki elmegy, hogy megerősödjön, de nem ez a feladatom. Nem ez a feladatom. A titkolózó élet szüli a villogást. Amikor a világban, a sötétben nem akar valaki világítani, akkor szokta ezt választani, hogy megyek a hívő emberek közé, és ott villogok majd. Hogy én mennyire jó hívő vagyok, meg mennyit szenvedek én. Azt mondja Jézus, ez se az, amire hívtalak. Ez sem az. Hanem azt mondja Jézus, hogy a lámpatartóba tegyék.
Hát ez a lámpatartó, ez az ő keze. Amikor ő kézbe vesz, oda tesz, és annyi időre tesz oda, amennyire ő akarja. És ott kell világítani. Megélni azt, ami a Krisztusi. Odaélni Krisztust mások elé. És lehet, hogy el fogják mondani a véleményüket, hogy hogy világít ez. De én még panaszkodó gyertyát nem láttam. És olyan gyertyát sem láttam, vagy lámpást, ami, hogyha nagyon megkritizálták, akkor csak úgy elaludt. Mert szégyelte magát. Az égett tovább. Ilyen az az élet, ami az Isten kezében használatban van. Nem foglalkozik mások véleményével. Ő azzal foglalkozik, hogy ki az, aki őt kézben tartja. És azzal foglalkozik, amit rábízott az Úr. Jézus nem volt népszerű azért, mert világosságot hozott az emberek közé. Nagyon sokan gyűlölték emiatt. Nagyon sokan megvetették, amikor rávilágított a bűnös, becstelen életmódjukra. Meg akarták kövezni, meg is ölték a végén. De nem változtatott a feladatán. Nem változtatott a célján, hanem odaérte a mennyek országát az emberek elé. Ugyanez a feladat ma. Azt mondja Jézus, hogy ezt nem lehet sokáig titkolni, úgyis ki fog derülni. Csak ne akkor derüljön ki, mikor már megszégyenülünk. Ne úgy derüljön ki, hogy megszégyenültél, hanem úgy derüljön ki, hogy tetted a dolgodat, és az Isten felé mutattál. Ez az, amikor valaki Isten dicsőségére él, amikor rejtegeti azt, amit az Istentől kapott. Annak meg az lesz a következménye, amit itt tovább menve olvasunk, hogy akinek nincs, az is elvétetik, ami van. Nem fog táplálni Isten. Nem lesz után töltve az olaj, mert nem akarok vele világítani. Ezt magunknak okozzuk. De amikor én szeretnék világítani ebben a világban, mutatni az utat Krisztushoz, akkor azt mondja az Úr, akinek van, annak viszont adatik. Akkor utána lesz töltve. Nyugodt lehetek felőle. És hogyha én elkezdek méricskélni, és én elkezdem eldönteni, hogy kinek hová világítok, azt mondja Jézus, elvétetik az is, ami van. Ki fog fogyni, és nem lesz utánpótlás. Nagyon sokszor szemléljük ennek a szomorú következményeit. Nagyon sok ember elmondja azt, hogy milyen volt régen, és mi nincs ma. Azért, mert nincs utántöltve az élet. De ha én szeretnék úgy hasznos eszköz lenni az Isten kezében, hogy én világítok minden véleményt félretéve, minden kritikát félretéve, csak arra figyelve, amit nekem az Úr mond, azt mondja Isten, akkor én gondoskodok arról, hogy mindig utána legyen töltve az olaj. Hát erre hív az Úr, erre a szolgálatra. Amen. Légy áldott Úr Jézus azért, hogy Te nem ránk bíztad azt, hogy találjuk ki, miről szól a hívő élet, a Te követésed, hanem Te vagy az, aki elénk adod, világossá teszed, elmondod mindazt, amit nekünk meg kell tennünk. Köszönjük Úr Jézus, hogy van türelmed még hozzánk. Áldunk Téged azokért az életekért, ahol Te világosságot gyújtottál. És akik a helyükön vannak és világítanak, ki a maga helyén. Uram, bocsáss meg, amikor elhitetett a gonosz, és mi szégyeltük magunkat azért, hogy nekünk közünk van Te hozzád. Amikor csendben voltunk, amikor szégyenkezve hallgattunk, amikor nem vallottuk meg a Te nevedet, hanem rejtegettük azt a fényt, amit Te gyújtottál. Urunk, kérünk, hozd el azt az időt, amikor a Te néped vállal Téged hittel, és megvall Téged a világ előtt. Uram, bocsáss meg a megalkuvásért, bocsáss meg a rejtegető életért, amikor titkoltuk a hozzád való kapcsolódásunkat, a közünket. Bocsáss meg, amikor nem akartunk Téged azok előtt, akik sötétségben élnek, megvallani. Uram, változtass, kérünk ezen. Te védj a kezedbe,
Te tölts meg olajjal, és Te gyújts világosságot a mi szívünkben. És hadd világítson a mi életünk ebben a sötét világban. Uram, mi rengeteget panaszkodunk a sötétség miatt úgy, hogy nem teszünk semmit, hogy megváltozzon. Kérünk, add meg, hogy a Te néped világítson ebben a faluban. És hadd váljon ez a közösség olyan közösséggé, akik élő hittel hisznek Te benned, és teszik azt, amit Te bíztál rájuk. Urunk, kérünk, hallgass meg ebben bennünket, és halld meg a most csendben elmondott imáinkat is. Legyen meg a Te akaratod mindenben, Urunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.